Dzsudzsák Balást hétvégére várják haza szülővárosába, Nyír-Lugosra, a helyiek a polgármesteri hivatal épületében közösen szurkolták végig a magyar válogatott Európa-bajnoki meccseit, és alig várják, hogy gratulálhassanak a hazatérő világklasszis játékosnak. Nagyon büszkék rá, és a csapat eredményeire is. A településen Fehér Attila kollégánk járt. Dzsudzsák Balázs relikviáival van tele ez a fal a Nyír-Lugosi általános iskolában. A gyerekek iskolaidőben minden nap láthatják a Szabolcs megyei kisvárosból származó sztárról szóló legfrissebb cikkeket, és azokat a tárgyakat, amiket a sportoló ajándékozott az egykori iskolájának. Az igazgató azt mondta, a gyerekeket motiválja a büszkeségfal. Óriási motiváló hatása van a gyerekek számára, hiszen a gyerekek láthatják azt, hogy ebből a kisvárosból is milyen magasságokon, milyen népszerűségre lehet szert tenni egy nagyon kemény, nagyon aktív és nagyon szorgalmas élettel. Az iskola egyik testnevelő tanára azt mondta, a mostani EB-láz és a magyar válogatott sikerei miatt a jövő évtől várhatóan többen akarnak majd az iskolában focizni. Mivel Dzsudzsák Balázs ide járt iskolába, és ugye Lugosról származik, ezért egyértelmű, hogy nálunk a focinak van elsőbsége, és a gyerekek imádják ezt a sportot. Ugye eddig is Balázs volt a példakép, de azt hiszem, hogy ezután a Európa-bajnokság után még több gyerekünk, még több tanulónk akar majd Dzsudzsák Balázs lenni. Nyír-Lugoson több százan követik Balázs meccseit, ilyenkor a polgármesteri hivatal épületében találkoznak a rajongók, akik együtt drukkolnak a csapatának. Itt Nyír-Lugoson hatalmas nagy szurkoló tábora van a Balázsnak, és mikor voltak a mérkőzések, fenn voltunk a polgármesteri hivatalba, egy nagy szurkolói csoporttal szurkoltunk a magyar csapatért és Balázsért. Ezt akár ide is lógathatjuk. Gombostűt hagytam én itt valamit. Balázs édesanyja, Kósa Ildikó a meccsek utáni reggeleket azzal kezdi, hogy frissíti az általános iskolában található büszkeségfalat. Azt mondja, legutóbb tegnap este beszélt Balival, akit hétvégére nagyon várnak haza. Tegnap beszéltünk vele, mikor megérkeztek haza, hívott a reptérről. Mi nem mentünk a szurkolói tömegbe várni őket, mert reggel 7 óra körül értünk haza Toulouse-ból. Mi valamennyi meccsüket, mind a négyet a helyszínen izgultuk, szurkoltuk végig. Büszke rá, milyen visszajelzéseket kap most? Hát én mondhatom, hogy nem csak Magyarország, de a földkerekség legboldogabb emberei közé tartozom, ahová lépek, ahol járok, illetve a médiából és mindenhonnan csak a legpozitívabb reakciókat, elismerő szavakat hallom úgy róla, mint az egész válogatottról. Mögöttünk van Balázs büszkeségfala. Itt a településen mennyire büszkék rá, milyen visszajelzéseket kap róla? Ha valahol, akkor az biztos, hogy Nyír-Lugoson a legbüszkébbek az emberek rá, már csak azért is, mert 14 éves koráig itt élt velünk. Utána azóta pedig csak ritka vendég, mondhatom így, úgy nálunk, mint itt Nyír-Lugoson, de ahogy ide engedi, akkor mindig eljut hozzánk is. Mikor várható most legközelebb, hogy hazalátogat? Most nagyon bízom benne, hogy legkésőbb a hétvégén találkozunk vele, mert körülbelül július 8-áig van szabadsága. Balázs édesanyja elmondta, a fia iránt is érdeklődnek nagyobb klubcsapatok, így elképzelhető, hogy a büszkeségfalra frissen kitett zöldmez mellett hamarosan egy újabb is helyet kap.